mai sajtótájékoztató témája egyrészt a Tália Színház első bemutatója, legyen férfi Monsieur Pion, valamint a 2018-19-es évad, ami a Tália Színházban a változások évada lesz. És hogy milyen változások ezek, erről Sej Judit, a Tália Színház igazgatója mesél önöknek. Jó napot kívánok, szervusztok, jó reggelt! Nagyon köszönöm, hogy eljöttetek, én is. Hát a változás, nagyon felhívták a figyelmemet, hogy igen, gyorsan kell majd elmondanom a jövő évadot, hogy beleférjünk az időbe, meg a színészeknek is legyen idejük mesélni az új bemutatóról. Úgyhogy a változásokról csak annyit, hogy ugye az már köztudott, hogy a Mikroszkóp színpad átépülés, Tália Télikert néven új színházat kap a Tália Színház. Ez egy 160 férőhelyes kamarszínház lesz, ahol új bemutatót tartunk május 11-én. Egy kicsit biztonságira hagytuk ezt a bemutatót, tehát az évad végére, mert az átépítés kimenetelen még, vagy elkészülése, vagy a színház megnyitása még egy kicsit bizonytalan, hogy mikor tudjuk megnyitni. Úgyhogy ez a bemutató, ez Gerhard Hauptmann Rose Bern című darabja lesz. Tarnóczi Jakab, egyetemista hallgató, 5 éves rendezi, vendégek szereplésével, vendégművészek szereplésével, erről még nem tudok 100%-os információt adni, de amiről tudok, azok a nagyszínpadi bemutatók, most jelenleg már folyik a Legyen férfi Monsieur Pignon című darabnak a próbái, folynak. Ez egy francia vígjáték, esetleg láthatták a nézők, Addig jár a korsó, a Kútra címmel ment a televízióban, Daniel Auteuil és Gérard Depardieu főszereplésével, egy nagyon vicces francia vígjáték. Nálunk a Csaba a főszereplő, a Pénzó, Szabó Győző, Ferdék Tibor, de majd erről részletesebben. Ennek október 13-án van a bemutatója. A következő bemutatónk december 15-én lesz, ez egy Fedó egyik leghíresebb bohozata, a Bolha a fülbe. Erről is lehet, hogy hallottatok már, mert már beszéltünk róla. És a harmadik bemutatónk az pedig egy abszurd színdarab lesz, Joe Orton Kulcsjukon át című darabja, amiben hívunk vendégművészt is. Ezt a darabot a Fehér Balázs Benő rendezi, egy nagyon tehetséges fiatal rendező, és ennek a darabnak a főszereplője Friedenthal Zoltán lesz, akit most vendégként látunk majd a Tália Színházba. Hát nagyjából ennyi lenne a jövő évad, még lesz egy ötödik a Tália Télikertben, belecsapunk a Trainspottingba. De ezt még lehet, hogy jövőre nem tudjuk, nem jövőre, 2019-ben még nem mutatjuk be.